Közel 100 millió forintból idén megoldják a csapadékvíz elvezetését Vérteskethelyen. A tavalyi és a mostani beruházásokról Tóth János, a település polgármestere számolt be tévénknek. A 2023-as év, mint minden önkormányzatot, minden lakót, minket is érintett. A szomszédos országok közötti konfliktusok, energiaár ingadozások azért rányomták településünk költségvetésére is a bélyegét. Stabil gazdálkodással, stabil átfontolt gazdálkodással azért ezeket próbáltuk minél minimálisabbra szorítani. Biztosítottuk önkormányzatunk és intézményei működését, zavartalan működését legfőképp, az itt dolgozók ne vegyenek észre semmit ebből a problémából. A kulturális programokat sikerült megtartani a művelődési házban lévő civil szervezetek, tudták folytatni télen is a programjaikat, nem kellett korlátozásokat bevezetnünk. Az önkormányzatunk a családok mellett áll mindig, ezért próbáltuk a terheiket is minél minimálisabbra csökkenteni, ezért a tavalyi évben sem emeltünk adót. Ezzel is próbáljuk segíteni a megélhetésüket ebbe a nehéz, bizonytalannak tűnő, még jelenleg bizonytalannak tűnő világban. A legfontosabb tavalyi beruházásunk az egy TOP plusz csapadékvíz elvezető program. Ez egy 94 millió forintos beruházás, ami a település belterületén egy 610 méter hosszú betonozott árokszakaszt fog teljes hidak felújításával. Ez jelen pillanatban az engedélyeztetéseken túl van, megvan hozzá most már minden engedélyünk, a vízjogi tanácstól a katasztrófavédelem közútengedély. Jelen pillanatban a műszaki ellenőr kiválasztása van folyamatban, majd elindul a közbeszerzési eljárás. Reményeink szerint az idei évben el fog készülni ez a beruházás teljes mértékben. Ugye ez, örülünk is, hogy előtte elkészült az országos közútit, mert akkor az melletti most már egy biztonságosabb patka és egy járok fog kialakulni. A Magyar Falu programban sikerült elnyelnünk egy 200 méteres járdafelújítást 9 millió forint értékben, ami az Adi utca egy szakaszán és a Kossuth utca egy szakaszán fog létrejönni. Itt a meglévő rossz járdalapok kerülnek felszedésre, és egy korszerűbb térburkolatú járda kerül kialakításra. Itt a tervek elkészültek, engedélyek megvannak, jelen pillanatban kivitelező kiválasztása folyik, ez elméletileg terveink szerint február közepén el fog indulni ez a beruházás. Civil szervezettel karöltve a tűzoltó szertár felújítására nyújtottunk a pályázatot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel karöltve, ez a pályázatunk sikeres volt, itt 7 millió forintot nyertünk a tűzoltó szertár felújítására, amiben nyilászáró csere, tetőcsere, külső homlokzat felújítására fog sor kerülni, és önerőből egy vizes blokk kerül kialakításra, ami kapcsolódik a mellette lévő temetőhöz is, mivel jelen pillanatban a temetőben nincsen olyan helység, ahova bárki el tudna menni. Líder pályázatot nyújtottunk be még a tavalyi évben a közterületeink karbantartására. Itt meg kell említenünk azért a rohamosan csökkenő közfoglalkoztatotti létszámot, ezáltal próbálunk mi is a gépesítésre fókuszálni. Ebben a pályázatban kommunális eszközöket, gépeket szeretnénk beszerezni, és itt a másik civil szervezetünkkel, a Vérteskethelyért Alapítvánnyal együtt ezt a gépeket közösen használni, mert ők is be fognak segíteni a közterületek karbantartásába, a fűnyírásba. 2023-ban sikerült elérnünk azt, hogy a már több éve kialakított fogorvosi rendelőnkben elindult az élet, fogorvosi rendelés zajlik. A doktornő hetente egy alkalommal jön ki, helyi lakosokat lát el. Tehát ez nekünk egy nagyon nagy előrelépés volt, a felújított egészségházunk így most már teljes mértékben kihasználtság alatt van. A Magyar Falu programban az óvoda belső felújítására pályáztunk még tavaly, ennek a kivitelezése megtörtént. Itt villamosvezeték csere, fűtéskorszerűsítés és a vízvezeték cseréje történt meg.
ennek az elszámolása megtörtént, tehát a pályázat lezárása is. A helyi családok támogatása tavaly évben is megmaradt. A szokásainkon szíven itt legfőképp gondolok gyógyszertámogatásra, szociális étkeztetés támogatására és hulladékszállítás támogatásra. Ez a három, ami a legfontosabb, meg a legjobban igénybe vett támogatási forma itt az önkormányzatnál. Mellette, ugye, mint mondtam már, önkormányzatunk elkötelezett a családok és a gyerekek mellett, ezért iskolakezdési, ódakezdési és természetesen a szakközépiskolába is támogatást tudunk nyújtani a gyerekeknek. Ez a tavalyi évben is 20 000 forintot jelentett gyerekenként, és karácsonyra pedig már az időseket is bevettük, a 65 év felettieket egy 15 000 forintos karácsonyi többletkiadáshoz tudtunk támogatást nyújtani minden igénylőnek. Helyi civil szervezetek és egyházakat tudtuk támogatni, ez tavalyi évben körülbelül itt a támogatásokra a családoknak és civil szervezetek egyházak részére közel 5 millió forintot tudtunk kiadni, és ez még mindig köszönhetően a stabil gazdálkodásnak, és igazából nem volt szükségünk ehhez se ingatlan eladásra, semmi egyéb drasztikus megoldásra, hanem próbáltunk egy jól átgondolt, megfontolt, stabil költségvetés mellett haladni, ami sikerült is a tavalyi évben. Az idei évben is ugyanez a célunk, jelen pillanatban a költségvetés tervezése, a legfontosabb feladat itt az önkormányzat előtt. Próbálunk egy ugyanolyan költségvetést kialakítani, hogy egy stabil, egy takarékos, de mellette a támogatások megtartásával és a fejlesztések megtartásával létrejövő költségvetés legyen. A családok mellett nem csak az anyagi biztonság fontos számunkra, hanem a település biztonsága is, ezért már két új térfigyelő kamera került elhelyezésre a meglévő rendszer bővítésével kapcsolatban, és három forgalomtechnikai tükör került kihelyezésre önerőből a biztonságos kikanyarodásra a mellékutakról. Igaz, hogy még csak két hét telt el, három hét telt el az idejéből, de már két pályázatban is elindultunk. Egy magyar falu programos önkormányzati ingatlanok felújítása programra adtunk be pályázatot, aminek már a befogadása megtörtént. Itt a községháza épületének belső felújítását szeretnénk megvalósítani. Itt a több évtizedes villanyvezetékek, fűtési rendszert szeretnénk lecserélni, és egy tisztasági festést és a javítások utáni festést eszközölni. A másik program pedig az országfásítási program, amiben már több éve indultunk egyszer sikeresen, ott 30 darab fát ültettünk el a településen. Most újra regisztráltunk, bízunk benne, hogy az idei évben újabb fákat tudunk elültetni a faluban. Az idei év még legfontosabb része, ugye, választások lesznek. Próbáljuk a választásokig, meg a választásoknak is a rendezett lebonyolítását végrehajtani, és majd meglátjuk az idei évben, mi lesz még a feladat.